Na hát, ez meg milyen állat lehet? Ajjaj, én már sejtem is. Akkor segítek egy kicsit. Házi állatról van szó, akit hűsége miatt az ember legjobb barátjának is neveznek. Az őse a farkas, és sok-sok különböző feladatra tanítják őt meg az emberek. Van, amelyik nyájat terel, van, amelyik a rendőröket segíti, van, amelyik nyomat követ vagy házat őriz, és még sok-sok másik feladatot is rá lehet bízni. Bizony, a kutya az, Miféle állat van a képen? No, hát meg is van. Ő egy vízimadár, ő se a réce, és manapság is találkozni vele olykor a vidéki portákon, tanyákon a baromfi udvarban. A színe sokféle lehet, de nagyon gyakran fehér. A csőrével képes kiszűrni a vízből a táplálékot, hártyás úszulábával pedig kiválóan tud boldogulni a vizekben. A kicsinyei a tojásból kibújva azonnal követik az anyjukat. Úgy, úgy, a házi kacsa ez az állat. Hát ez nem is olyan nehéz, vajon jól sejtitek, hogy milyen állat van a képen? Növényevő, páratlanul patás házi állat. Manapság már sok-sok fajtája létezik, az egészen apróktól kezdve a hatalmas igavonókig. Napjainkban főként hátasként tartják őket, de a kocsit is húzhatnak. Ez az állat bizony a ló. Hát ez micsoda? Nem emlős, nem is madár, de még csak nem is kétéltű, hanem hüllő. Magyarországon is él, védett állat. A teste szép zöld, a hímeknek az állánál a tavasz végétől a nyár közepéig élénk kék folt található. Általában rovarokkal táplálkozik, és szívesen időz a talajszinten. Úgy is van, a zöld gyík az. Na hát, vajon ez milyen állat? Sejted már? Magyarországon nagyon-nagyon kevés él belőle. Nagyobb macskára emlékeztet, a bundája pettyes, a füle végén pamacs van. Vadon élő ragadozó a mély erdők lakója. Bizony bizony, a hiúz az. Hát ő meg miféle állat vajon? Hazánk egy ritkán látott, de elég gyakori vadon élő állata, minden evő. Általában több társával együtt szövevényes járatrendszerekben él, ahonnan az éjjeli órákban merészkedik elő. Ha a szükség úgy hozza, téli álmat is alszik. A bundája főként szürke és fekete, a fején feltűnő fekete-fehér mintázatot visel. Látjátok, a borzasz. Ajaj, vajon ő kicsoda? Annyit segíthetek, hogy házi állat, nagyon sokan tartják otthon, de a legtöbbször már nem egerészésre, mint régen. Ragadozó állat, nagyon ügyesen tud lopakodni, a karmait be tudja húzni, ha pedig éppen úgy hozza a szükség, akár a fára is nyomban fel tud kapaszkodni. Úgy van, a macska az. Vajon milyen állat látható a képen? Picit azért segítek, a fekete fehér mintájáról könnyen felismerhető, gyakran villanypóznákon, kéményeken fészkelő gázló madár. Mivel vándormadár ezért élen csak ritkán bukkan fel egy-egy példánya nálunk, de a nyáron aztán itt nevelgetik a fiókáikat. A táplálékát főként halak, békák, ebihalak, rovarok, puhatestűek és apró emlősök jelentik. Na, sikerült kitalálnod? A fehér gólya az. Hát, ez nem tűnik nagyon bonyolultnak, de vajon jól sejtett, hogy mi van a képen? Ő bizony egy kis testű emlős állat, főként növényekkel táplálkozik, és manapság házi kedvencként is sokan tartják. Ő se üregekben él, és hozzá hasonlóan aprócska. Távol a azonban a Magyarországon is élő, nagyobb és nyúlánkabb megjelenésű mezei nyúl. Úgy bizony a képen a házi nyúl látható. Miféle állat lehet ez? Biztosan sokan ismeritek: a farka végén fehér folt van, a bundája vörös, Magyarországon is él a természetben, és ragadozó. A népmesékben gyakran ravaszállatként szerepel, a családjával általában földben lévő kotorékokban él, amelyet várnak is neveznek. Igen, ő a róka. Ügyes voltál! Látod, most már még többet tudsz az állatokról, mint eddig. Ha tetszett a videó, lájkolhatod, vagy akár fel is iratkozhatsz.